Üdvözlök mindenkit! Engem Menyhárd Dodinak hívnak, önök pedig a Clickout Magunk között című műsorát látják. Azt mondják, a tanár személye fontosabb, mint az, amit tanít. És azt is mondják, hogy a jó tanár manapság olyan ritka, mint a fehér holló. És ami még ennél is ritkább, az az elnőjesedett tanári hivatás mezején árválkodó férfi tanerő. A mai beszélgető társam a pedagógia fene gyereke, a Bősi Lurkók igaz barátja, országos címborám, Zalka Lórán tanár úr, aki immáron három kötetes szerző, felvidékszerte ismert és elismert nagyvőfé, a Bősi Amade László alapiskola igazgatóhelyettese, a Vísodorta Históriák eregöse, cserkésztiszt, és nem mellesleg három gyermek édesapja. Szia, Lóri! Szia, Dodi! Köszöntöm a nézőket is! Ezt így felsorolni azért nem volt kevés. Ez egy olyan életpálya, ami gyakorlatilag, ha elkezdem sorolni, igazából csak azt tudjuk elmondani, hogy mi minden maradt ki, de még mielőtt erről beszélgetnénk, mivel egy fogorvostól jössz, azt kérdezném, hogy hogy vagy? Köszönöm. Ha valamit látnátok, valami rendellenességet az arcomon, akkor az az érzéstelenítő. Nem szoktad? Semmi több, nem szoktam, de azért próbálok helytállni nálad. Igazából beszélgetni fogunk. A mi barátságunk az 30 éves. Most már, ahogy számoltam, 1991-ben voltunk együtt egy őrsvezetőképző táborban, Szilistye fennsíkján. Emlékszel még, hogy ismerkedtünk? Meg én pontosan tudom. Akkor mondd. Tehát pontosan tudom. Egy tábori ásót kerestem, tudtam, hogy neked van, és akkor elmentem a sátrotokig, ahol az őrs működött, és mondtam neked, hogy Józsi, légy szíves, kölcsönöz nekem az ásódat, és azt mondtad rá, hogy nem vagyok Józsi. Igen. Tehát ez volt az első, így emlékszem vissza. Igen, ez egy ilyen markáns. Mivel édesapám József, tehát és őt szólították Józsinak, és a családban elég változatosan adtak József nevet, mert volt egy Joska bátyám, akinek a fia Józsika volt, így én lettem a Dodi a történetben, és ezért is szoktam ezt így kikérni. Most már annyira nem zavar, de a lényeg, hogy megkaptad az ásódat. Igen. Úgyhogy minden a helyére. Köszi. Igazából most, hogy nyári szünet van, hogy töltődsz, mit csinálsz? Pihensz egyáltalán? Én így fogalmaznék, hogy így három munkahelyemből egy megszűnt, nevezzem így, amikor elmegyek szabadságra. Ami azt jelenti, hogy megszűnt, hogy elmegyek szabadságra, a sulinak vége. Marad magam, kettő. Magam mögött tudom hagyni ezt az iskola ügyet, a pedagógiát, talán egészen a pedagógiát nem, aztán ugye hétvégén, mint vőfé tevékenykedem, lakzikba járok, nagyon szeretem ezt a műfajt is, és kursa... Mennyire jársz, hadd kérdezzem meg, hány lakodalomnál vagy most? 4-es 120. Lassan 500-as lesz. Az nagyon messze van. Aztán a Kósa Lőrinc barátommal, kollégámmal forgatjuk a Vísodorta Históriák című történelmi filmsorozatot, úgyhogy ez azért, ebben a nyakig elmerülünk, ezt csináljuk. Ez honnan jött, Lóri? Ez mindig is izgatott, mert amikor láttam, akkor azt mondtam, hogy ez egy brutálisan jó produkció, tehát hogy az elmondott történeteket a csalló közben összeszedegetni és megfilmesíteni, és így megmutatni az embereknek. Hát nem tudom, hogy ki foglalkozik még hasonlóval. Mondjam azt, hogy lehet, hogy mit tudom én, Európa szinten nézzünk utána, hogy ki az, aki ezeket a elbeszélt történeteket, a 30-as, 40-es és 50-es években történt eseményeket, ezeket kimegyünk a helyszínre, és a helyiek, az ott lakó emberek, a falusiak lejátszák. Na ez egy, hogy a folyamat az úgy történik, hogy egy oral history-t, tehát összeszedtek egy történetmesélést. Igen. Először elkészítjük az interjúkat, beszélgetéseket. Ezeket általában már idős emberekkel készítjük, vannak köztük fiatalabb generáció tagja is. Hogy találod meg őket? Tehát... Először ugye mindig a polgármester ajtaján kopogtatunk, aztán minden faluba van egy nemzetébresztő aktivista, ezt én neveztem így el, hogy nemzetébresztő aktivista, te is ismersz gondolom ilyeneket minden faluba. A nemzetébresztő aktivista mindig a kezünkre játszik, a kezünk alá dolgozik, és ő mondja meg, hogy aztán hova kopogtathatunk be. Tehát mindenképpen kell egy belépő kártya. Azokhoz az idős emberekhez, rokonaikon keresztül szólítjuk meg őket, és hát nem kell sokat őket rábeszélni arra, hogy leüljenek, fölcsíptető mikrofonozzuk őket, és beszélgetünk velük. Uh-huh.
Előtte meghatározzuk a témákat, aztán megyünk tovább. Volt olyan nap, amikor, tehát egy nap ilyen max 6-6 interjú, 6 beszélgetés fér bele, de az már azt jelenti, hogy reggeltől estig. Na most elkészülnek a beszélgetések, ezt tematizáljuk, sűrítjük, tematizáljuk, vágjuk, és kimegyünk, hogy a fiatalabb generációt megszólítjuk. Először napokig tart, míg megértetjük azt velük, hogy miről van szó. Uh-huh. Tehát így el fogtok játszani történeteket, kérdezik, hogy milyen történeteket, azokat, amik a nagyapáitok meséltek. Mi az én nagyapám mesélt valami történet? Igen. Kell, hogy itt ilyen rokonsági viszony legyen? Tehát... Nem fontos, hogy rokonsági viszony legyen, de nem egy alkalommal fordult elő, hogy az unoka játszott, mint űzött levente menekült, és azt kérdezte a Lőrinctől, hogy ki volt az az őrült, aki ezt elmesélte, és mondták neki, hogy a te nagyapád. Uh-huh. Ez konkrétan Medvén történt meg, tehát a unoka eljátszotta a nagyapának a történetét, ami 1945-ben történt meg, hogy a nagyapa viszontagságos útja 17-18 éves korában. Úgyhogy ez így. Meglepődnek, de aztán ráéreznek az ízére. Fölveszitek az anyagot, megvágjátok Kósa Lőrinc barátoddal, és ezt követően levetítitek a falonak. Igen. Hát az, hogy még a stúdió munka, amikor már én mindig szoktam mondani, hogy nyugodtan alszok az éjszakában, Kósa Lőrinc barátom, mondjuk egy perces anyagot vág, meg tisztít egy óra hosszat, tehát ez is megvan, tehát ezért meg hosszadalmas addig, amíg aztán elindulunk az adott faluba, Kósa Lőrincnek a belső zsebében benn van az USB kulcs, azon van a film. Uh-huh. És megérkezünk, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy tömvést van a kultúrház. Teltház. Várnak, teltház van, és akkor ott várnak az emberek bennünket. Kósa Lőrinc átnyújtja az USB kulcsot a technikusnak, és elindul a vetítés. Mik a reakciók? Hát bősön körülbelül 20 embernek kellett hazamenni, mert nem fértek be. Láttam, ott voltam bősön. Igen, igen. Tehát 20, legalább 20-an panaszkodtak, hogy lesz még egy vetítés, hogy szeretnék elmenni. Az érzelmi reakciók milyenek, Lóri? Hát a legsúlyosabb része, mivel drámai történeteket is fölgyűjtöttünk, és elmesélünk a Vísodorta históriákban, ezért a legmélyebb az, amikor befejeződik a filmvetítés, és kiszólítjuk azokat az idős embereket, akik beszéltek. Tehát az így nehéz róla még beszélni is, hogy ott állnak, kapnak egy szál virágot, ugye mi mást kapjanak, nem tudunk nekik mást adni azért a sok mindenért, ami... Tehát tulajdonképpen az egész életútjukat egy szál virággal jutalmazzuk, és ezzel a filmmel. Azt gondolom, sokkal többet adtok nekik, mert azzal, hogy ezt a filmet meg elkészítitek, felgyűjtitek, az egész dolgot prezentáljátok ezzel, igazából az ő életüket adjátok egy kicsit filmesítve oda, úgyhogy szerintem ez egy nagy ajándék. Igen, igen, igen. Hát sokan azért furán is néznek ránk, mert talán még azt se hiszik el, hogy minket a 1946-48-as események érdekelnek. Vannak olyanok, akik alig vagy egyáltalán nem is beszéltek erről. Főleg erről a kitelepítés, deportálás tematikáját. Ez egy trauma különben, és akkor ilyen értelemben feldolgozódik az a trauma, tehát a népléleknek is jót tesztek ezzel. Igen, igen, hát felszínre hoztuk. Nem is gondolnánk. Például van falu, ahol már elhatároztam, hogy ne legyen már ez a Vísodorta históriák mindig ugyanaz a téma, hogy megérintjük a árvizeket, megérintjük itt a két világháború közötti időszakot, a szegénységet, de mondom, ezt a 46-48-as eseményeket mondjuk megpróbálom már egyik faluba kihagyni. Soha nem tudom. Abban mindig belecsúszunk, és mindig ott vagyunk, és mindig drámákat, és tragédiákat, családi tragédiákat hallunk ezzel kapcsolatban. Tehát amit itt velünk műveltek, az ott lesz a filmen. Tehát elmondják az emberek, és mindig új, mindig drámai, mindig amit a történelemkönyvek nem írtak meg. Hány településnél jártok most, Lóri? Hát ugye 2019-ben elkészült 5 településnek a 12 része. Most magasabbra tettük a lécet, és minden településről most, ahol dolgozunk, 4 rész készül. Mert azt mondtuk, hogy miért készüljön 3, ha 4 résznyi anyag van, ott több az adatközlő is. Uh-huh. Jelenleg Csicson, Komáromfüsön és Nagykeszin dolgozunk.
nem sokára elkészül. Érdeklődve várjuk, de említetted, hogy ilyenkor a három, tehát nyáron a három hivatásodból egy pihen, kettővel dolgozol, tehát ez a kettő. Mennyire pihen benned a tanár? Mert ezzel azt hiszem, hogy ezzel a munkával te nevelsz. Sokan irigylik tőlünk ezt a két hónap, mondjuk másfél hónap szabadságot, de azért kell tudni azt, hogy mi ilyenkor töltődünk. Tehát az, hogy a szülők elégedettek legyenek a munkánkkal, nekünk ez a másfél hónap kell. Tehát ezt azért jóval megérti valaki, sőt, 10 évente a tanárnak egy év szabadság kell. És te csináltál ilyet, ami azért szerintem ritkaság a szakmában. Hát igen, nem tudom, hogy a környékünkön vagy itt, nem is találkoztam még mással, aki... Mert hogy az országban sincs. Ezt megmerte lépni, úgyhogy lehet, de jó, hát valamilyen azért a családomnak be kellett biztosítanom azt az anyagi hátteret, hogy ne csak otthon legyek és vakarózzak és pihengessek, meg ejtőzzek, meg a hobbimnak hódoljak. Azért nyugodt voltam abban, hogy a családom tud élni, megvan mindenük, tehát azért kell egy bizonyos anyagi háttér, amit azért be tudtam biztosítani. És bejött a számításod? Tehát az egy év visszatöltött beléd annyit, amit az elmúlt években kiadta? Tökéletesen. Én úgy mentem vissza 20 év után, 20 plusz egy év után tanítani, mint egy frissen végzett egyetemista. Plusz a tapasztalatok. Plusz a 20 év tapasztalat. Tehát én rendesen remektem azt, hogy mi van velem, mi történt velem. Úgyhogy föl voltam töltődve, és kipihentem, mentem vissza. A Dzsungel könyvének van egy olyan változat, amit Dés és Geszti jegyez, és abban, amikor Bagira próbálja megállítani Balut, hogy ne nevelje pofonok által, ez a nagy híres pofonofonddal Mauglit, akkor azt mondja Balu, hogy de a pedagógia lényege a szigor. Mert kérdezi tőle, hogy mekkora pofont akarsz adni neki, Balu, hogy a fa adja a másikat. És akkor mondja, hogy talán egy kisebb is elég lesz, és erre mondja Balu, hogy a pedagógia lényege a szigor. Szigorú tanár vagy te, Lóri? Hát ha pofonokról beszélünk, az elmúlt 20 év során két pofont adtam gyereknek. Ezt azért kevés tanár vallja be, hogy fizikailag is bántalmazta a diákjait. Jó helyen volt az a pofon, lehet, hogy kellett volna még kettőt adnom 20 év alatt, de... Az nem sok, 20 év alatt. Talán a szigort azt maga a férfi tanár hordozza magába. Tehát ne felejtsük el azt, hogy még hát 70-80 évvel ezelőtt azt mondták, hogy kántor, tanító, és az férfi volt. Tehát a tanítók, azok tanárok, azok férfiak voltak, és ugye a régi paraszti világban, vagy a népiskolákban azt mondták, hogy hányan jártatok egy osztályban? 80-an? Ugye? Most meg nyűg az, hogy 18-an ülnek egy osztályban. Tehát azért ne feledjük el ezt, tehát visszatérve azt, hogy szigor, hát én cserkészetből hoztam, nekem fontos az, hogy bemenjek az órámra, és minden gyerek fölálljon, szárfa egyenesen álljon, szembe velük én ugyanúgy, mert én vagyok talán a példa, és így telik pár másodperc. Néma csöndbe. És ez a néma csönd, ez a fegyelem, ez a úgymond tisztelet. Katonai fegyelem talán ez, rányomja a bélyegét az egész órámra. És itt még meg lehet engedni a csintalanságot, meg lehet engedni a nevetést, a tréfát. Mert azért, ugye ez jelen van, ez a kivétel erősíti a szabályt. Hogy néz neki azt, hogy ha nyúl vinné a vadász puskát, ahogy mondják. Mi tanárok vagyunk, azért tekintélyt megkövetelünk magunknak, és ez kell, hogy működjön. Karinti azt mondta, hogy nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak bennünket. Te, mint tanár, tanulsz? Tehát képzed magad a továbbiakban? Természetesen. Engem ez, amit csinálunk a Kósa Lőrince, a Vísodorta Históriák, ez akár szellemi, akár erkölcsi tudással vértesz fel, még többet ad nekem, hogy képzem magam. Ugye szokták mondani, hogy elmegyünk mindenféle képzésekre, ami tanárnak ugye ki kell pipálni képzésekre. Az elmélet. Tehát az elmélet. Csodálatos. Csodálatos. Vannak olyan jó elképzelések, ami lehet, hogy sose fog működni, de jó hallgatni. Tehát vannak olyan elméletek, viszont amit gyakorlatban át kell ültetnünk.
nem is tudják elképzelni, tehát el kell menni ilyen képzésekre, ez is talán a továbbképzés, az önképzésnek az egyik eszköze. Pedagógus életpályamodell lesz, úgy szokták mondani, tehát benne van mindez. De folyamatosan olvasni kell. Tehát a jó pap holtig tanul, a jó tanár is holtig kell, hogy tanuljon. Tehát az, hogy a Kocúr Laci barátom szokta mondani, hogy te bemész egy iskolába, és 30 év múlva ugyanazzal a kapcsolós füzettel mész majd nyugdíjba, amivel kezdtél. Ez nem lehet. Tehát ez mindig bennem maradt, amit a Laci mondott. Ez nem lehet, ugyanazzal a kapcsolós füzettel nem mehetsz el. Tehát változik minden, modernizálódik. Ha belegondolok abba, hogy egy VHS videomagnó lejátszó volt a bősi iskolában, amikor oda mentem 2000-ben, azt is ki kellett tenni az ablakba télen, hogy hűtse a szél, mert különben nem működött. Tehát technikailag is nekünk fejlődni kellett, ahogy nyakunkba szakadt minden. De hát fejlődtünk is. Informatika, és természetesen. És ezt kivédeni nem kell, védekezni ellene, vagy kikerülni, nem kell. Tehát ma ebbe is, a tanár ebbe is képzi magát. És akkor a vízsodorta munkásságod, az pedig erkölcsi tartást ad hozzá. Igen, amit az idősektől hallok. Tehát azt én amikor azt hallom egy beszélőtől, egy bácsitól, hogy 80 voltunk testvérek, apánk már nem ért, és kivittek bennünket Csehországba. Tehát azt most meg az a probléma, hogy nincs a 10 óraiba téli szalámi. Tehát ilyen a gyerek elmegy az iskolába, vagy esik az eső, és nem autóval visz iskolába, tehát ezek nem problémák. Tehát amikor ezt hallom, akkor elmegyek, és a történelem óráimba ezeket beépítem. Tehát minden összefügg. A pedagógia, úgyhogy szoktam, hogy kicsit kitérek, hogy a pedagógiát be kell vinnim a lagziba, és azt a vidámságot viszont le kell stand-upolnom az iskolába. Mert ha nincs humorérzékem, mint pedagógusnak, akkor az baj. Háromlábú szék, gyakorlatilag mind a három tevékenységed egymást visszatölti, tehát ez ilyen szépen kiegyensúlyozott. De nekem úgy tűnik, hogy te nem elégedtél meg azzal a neveléssel, ahogy az előbb a lagzit is mondtad, amit a diákjaidnak adhatsz, hanem fogtad és megírtad ezeket könyvbe is. Tehát az első az inkább az első köteted, az Egy csónakban az Istennel, az a lelkiséget, nekem úgy tűnt, hogy azt tárja elé. Igen. Ebben viszont én már nagyon is társadalomnevelő, sőt szülőnevelő dolgokat látok. Kell nevelni a szülőket is? Köszönöm szépen, hogy ezt így megfogalmaztad. Én mindig olyan puritán módon fogalmaztam a két könyvemről, hogy az első a simogató, a másik a odacsapó. Uh-huh. Tehát én ezt valóban azt tartom, nem tudom, ezt a másikat én jobbnak tartom, bár vannak barátaim, akik papok, akik azt mondták, hogy az első a jobb. Mert pontosan azért, mert simogató, mert szeretetteljes. Visszatérve a kérdésedre, kell nevelni a szülőket is? Hát, igen. És hogy tudod, lehet? Tehát amikor egy szülő értekezleten probléma a fegyelmezés egy osztályfőnöknek, azért, vagy egy tanévnyitókor meg kell állítani az ünnepi tanévnyitót, azért, mert hátul beszélgettek, vagy mobiloztak a szülők a sorokba, odahozzák a gyerekeiket, akkor a kérdésedre az a válasz, hogy igen, a szülőket nevelni kell. És azt mindenféle szeretettel, mindenféle olyan barátságos eszközzel, hogy ők ne érezzék ezt tolakodásnak. A gyerekeiken keresztül is tudjuk nevelni a szülőket, mert azért 45 perc, a csodát úgy hívják, hogy 45 perc, a pedagógiai csodát, 45 perc. De ha bemész a 45 percedre, és betartod a 45 percedet, ha hülyeséget fogsz beszélni, akkor a gyerekek hülyeséget fognak elmondani otthon a szüleiknek. És az rakódik rájuk. Ha szeretetteljes dolgokat fogsz, és jó híreket fogsz közölni a gyerekekkel, akkor a gyerekek hazamennek, és ezt fogják közvetíteni a szüleiknek, és már elértem a célomat. Volt egy olyan kérdésem, de gyakorlatilag megválaszoltad, hogy vannak-e tanár példaképek, tehát hogy példaképe a tanár a mai világban, amikor mindennek több értéke van, mint egy tanári pályának. Épp most hallottam, hogy Magyarországon gyakorlatilag tanár jelentkező hiány van az egyetemekre. Tehát nem mennek a diákok tanárnak tanulni, mert egyszerűen a hivatásnak, nem is mondom, hogy szakmának, a hivatásnak ilyen a renoméja. Én úgy veszem észre, hogy te neveled a környezetedet. Vannak tanár példaképeid?
Ez aztán mindig sokat gondolkodtam, azért is némultam el hirtelen. Ritkaság, hogy te elnémulsz. Mindig mondod. Azt gondolom, hogy az ember csak később jön rá az, hogy nekem volt egy magyar tanárom az általános iskolában, Fikész Katalinnak hívják, nyugdíjas kolléganő, együtt is tanítottunk. Tehát én magyar szakos tanár lettem. Tehát azok a gyökerek, melyek úgy éltek és táplálkoztak, az tőle van. Például. Ezt nem tudtam, ő még idősödő korában is, amikor én pedagógiai gyakorlatot végeztem nála, új módszerekkel ismertetett meg. Például őt így kiemelném. Ő nem volt mindig a fegyelmezésben, a helyzet magaslatán, a tanítónéni, nem ez volt az ő ereje. Igen, a lényege, hanem az, hogy hogy adta át a magyar nyelv és irodalmat, és megszerettette velünk, és mit ad Isten, ugye én az építőipari szakközépiskolából, ugye mondjuk megint egy ilyen új területet, elvégeztem a magyar történelem szakot. Tehát ő van meg bennem. Sándor Anna tanárnő, átugortam a középiskolát, bocsánat, de maradjunk akkor. Sándor Anna tanárnő, aki tanszékvezetője volt hosszú évekig a Konstantin Filozófus Egyetem magyar tanszékének. Neki nagyon hálás vagyok, és sok mindent meglehetett ezekkel a tanárokkal. Bárci Zsófi, aki a egyetemi tanszék könyvtárában mindig így átcsúsztatott nekem egy könyvet, hogy ezt kell olvasni. Tehát neki is nagyon hálás vagyok ezért. És középiskolában Kalácska Erzsébet tanárnő, ábrázoló geometria és matematika szakos tanárnő, aki bizony ezt a katonai fegyelmet tanította meg velünk. A poroszos rendtartást. Igen, te őt ismered? Nem. Azt hittem, hogy így. Nem, csak hogy beszélsz róla, akár ismerhetem is. Tehát simán ő megkövetelte azt, hogy nyilatkozzunk meg a tanévnyitó, az ünnepélyes tanévnyitóra, és vasalt nadrágba jelenjünk meg. Tehát ez még úgy, mi be is tartottuk ezt is. Voltak lázadások, ilyen kamaszkori lázadások, de a tanárnő ezt mind leverte, és szeretettel emlékezek vissza rá is. Záró kérdés jön, mert sokat tudnánk beszélgetni, mikor összejövünk, mikor találkozunk, mindig az a mondatot cseng a fülem, amit egyszer mondtál, hogy mi onnét folytatjuk a beszélgetést, ahol legutóbb abbahagytuk, úgyhogy majd a következőkben is ez lesz. Viszont szeptember 21-én, ha jól emlékszem, 20 éve lesz, hogy házasságot kötöttél. A negyedik székláb az az apaság, az alkalórán, mint apa. Három gyönyörű gyereket neveltek feleségeddel, és hát nemrégiben nagy öröm is ért el családot, hisz kosárlabda fronton előrelépések is történtek. Köszönöm neked, hogy minden évben megemlékezel erről szeptember 21-éről, tényleg, hogy küldesz egy üzenetet, és én köszönöm neked, hogy elvállaltad annak idején, hogy vőfélyünk voltál. Ez volt az első vőfélkedés, meghatározó élmény. Én ezzel mindig el szoktam büszkélkedni. Én is. Ahogy repülnek ki a gyerekeink, ugye, a nagyobbak már kirepültek. Úgymond egyetem, egy távolabb helyre első középiskola. Úgy jövök rá arra, hogy az apaság, az anyaság fogalma nélkül, az anyaság jelenléte nélkül nem értelmezhető. Tehát ezzel mostanában többet beszélgetünk a feleségem és erről. Tehát a feleségemnek vagyok hálás ezért a 20 évért, hogy mellettem, ugye a férfiak szoktam mondani, hogy mellettem kibírta az asszony, de hát nagyon hálás vagyok neki azért, hogy ő a szeretet a családba, ő a tényleg a simogatás a családban. És én így tudok apa lenni. Férj és apa tudok lenni a gyerekeimnek. Nem mindig vagyok magammal megelégedve, mi apa, mindig próbálok, ugye ezt is, hogy megint csak a sírikkel tanulni az apaságot, de mindig próbálok alakítani magamon, vagy olvasni olyan irodalmat, ami a gyereknevelésről szól. Nagyon fontosnak tartom. Tehát az, hogy a lányommal nehezebben találom meg a összhangot, azon én dolgozom. Azon kívül, hogy mind a három gyerekemet nagyon szeretem, mind a három gyerekemet egyformán szeretem, és mindig azon igyekszek, hogy jó apa legyek, hogy ne csak elméleti szinten mondjak el dolgokat, akár itt ebben a beszélgetésben, akár a könyvemben, hanem ezeket gyakorlatra kell váltani. Én amikor megírtam ezt a második könyvet, akkor döbbentem rá, hogy
hogy hatalmas a felelősség most már. Tehát én nem élhetek másként, mint ahogy ott leírtam a könyvedbe. Akár a pedagógiában, akár a családomban. Lóri, én köszönöm a beszélgetést. Azt mondhatnám, hogy innen folytatjuk, de ez így is fog történni, és megélt apaságot, egy jó tanévet kívánok, úgy tanárként, mint igazgatóhelyettesként, rengeteg jó hangulatú lagzit, és még nagyon sok visodort a históriát. Én bal kézzel adok kezet, mert mi cserkészek így adjuk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Hölgyeim és uraim, ez a Magunk között. Ma az Alkalóránt volt a vendégünk, és hogy egy kicsit a kedvére tegyünk, igazi lagzis muzsikát fogunk ide varázsolni. Maradjanak velünk. Szép napot kívánok mindenkinek. Thank you.